Kiből volt még sok? Hát a Lagzikból. Minden hétvégén hallottuk, Sanni szól. Ahol sok az esküvő, ott lehet sok gyerek, mi így kell, hogy kezeljük a migráns helyzetet. Hagyományosan a kisbíró tájékoztatója nyitotta a szüreti felvonulást Bölcskén. A vers ezúttal is meglepetésnek készült. Jót derültek a meg nem nevezett szereplők és a hallgatóság is. A szüret kezdetét jelző hagyományos rendezvényre a felkészülést már jóval korábban elkezdte a szervező Bölcskei Néptánc Egyesület. Csicsacsapodás, kanári madár, engem az óvodások nem csak dallal készültek a rendezvényre, szép ruhába öltözve izgatottan várták, hogy táncukat is bemutathassák. Az utánpótlás csoport nyáron kezdte meg a felkészülést az idei szüreti fellépésre. A táborban megtanultuk a lépéseket, meg elkezdtük a koreográfiát, és akkor most utána összeraktuk teljesen. Három hinton, 6-8 lovaskocsin vonultak a táncosok, a csőszlányok és legények. A menetet Bölcskei és a környékbeli településekről érkezett lovasok kísérték. Öt helyszínen várták a táncosokat süteménnyel, üdítőkkel, finom borokkal. Az idei alkalommal három csoportunk fog bemutatkozni. Az óvodások, ők csak a kocsikon ülve fognak végigkísérni a menetet, illetve a központban egy kis ösztáncra fognak bekapcsolódni. Ők az idén most külön műsorral nem készültek. A három csoportunkból az utánpótlás csoport sárközi táncokat fog bemutatni, az ifjúsági csoportunk egy kicsit északabbra rimóci táncokat, és a felnőtt csoport is Bökönyből, tehát bökönyi táncokat, Szabolcs-Szatmár megyéből, Nyírségből. A szüreti nap Bölcske egyik jelentős közösségi rendezvénye. Más településekről is számos rokon, ismerős, barát érkezik ilyenkor a faluba. Ez egy nagyon szép hagyomány, nagyon régről származik, és örülök neki, hogy a Néptánc Egyesület fölkarolta ezt a dolgot, hogy ezt tovább viszi, és megszervezi minden egyes évben. Ilyenkor azért a kisebbek, nagyobbak láthatják még a lovakat, a lovasokat. Ennek köszönhetően talán az, hogy vannak még hintók a faluban, több is, amiket ilyenkor szépen feldíszítenek, és akkor vonulunk egy nagy kört a településen. Ugyanígy lehet látni a szép ruhákat, néptáncos hagyományőrző ruhákat. Ezek a rendezvények azért megmozgatják a kicsit tágabb rokonságot is, már hogy a falubeliek tágabb rokonságát, ilyenkor ellátogatnak ide Bölcskére, mert kíváncsiak rá, szeretnék megnézni azt, hogy itt hogyan zajlik ez az egész, és ez jó emberi kapcsolatokat is építő program. A rendezvény szüreti bállal zárult. A hangulatról a traktoros band gondoskodott.